Az őszi szezon derekán vette át a Mándoki csapat irányítását Mirgai László, aki 6 meccsen ült a kispadon a bajnokság első felében. Tavasszal mindössze 4 meccs jutott a rutinos szakembernek, mivel előbb felfüggesztették, majd befejezetté nyilvánították az alacsonyabb osztályú bajnokságokat. Összességében 12 győzelemmel, döntetlen nélkül és 7 vereséggel a harmadik helyen állva fejezte be a Csonka idényt a Mándok VS-e a megyei első osztályban. Nem lehetek elégedetlen, hiszen nekünk az első 3 helyen kellett végezni. Hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy jó lett volna megtudni, hogy mire lettünk volna képesek a bajnokság hátralevő részébe, hiszen most kezdtünk ki egyenesedni már, az 5. fordulóra a város érültek, úgy helyre jöttek volna. Viszont a 4 mérkőzésen elégedett vagyok a csapattal, kivéve a vásáros navényi mérkőzést, amikor 6-2-re kikaptunk. Viszont utána 2-szer sok gólt rúgva nyertünk, és Kisvárda ellen pedig 75 percig partiba voltunk a profi csapattal, és a végére fáradtunk el, illetve hát sérülések, betegségek miatt sajnos kispadon kevesen voltak. Úgyhogy kíváncsi lettem volna, hogy a továbbiakban, hogyha jöttek volna hozzánk az első 2 helyezett, illetve hát a 5.-6. helyezett is hozzánk jött volna, hogy az élbolya, amit tudtunk volna kezdeni otthon. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy körbeverések lettek volna a elkövetkezendő fordulóba. Sok minden eldőlt volna már a 10. forduló körül szerintem, és attól függetlenül, hogy a nagy halász vezette a bajnok, vagyis hát vezetett 7 vagy 8 ponttal, attól függetlenül még az ilyen behozható hátrány lett volna, úgyhogy szerintem se a Nyír Gyula, se a nagy halász nem mehetett volna biztosra. Én nagyon sajnálom, hogy nem lett vége a bajnokságnak, de azt gondolom, hogy ez így volt jó, hogy befejezték, hiszen az egészség a legfontosabb. Mándokon az elmúlt héten összeült a vezetőség, amely továbbra is bizalmat szavazott Mirgai Lászlónak, aki már a következő idén játékos keretének kialakításán dolgozik. A cél az továbbra is ugyanaz, hogy egy ütőképes, jó kis hajtós, kis futós gárdát hozzunk össze, aki az első 6-ban ott tud lenni, de hát természetesen úgy készülünk, hogy azért szeretnénk megint dobogóra kerülni. A 3 ukrán játékosunkat elengedtük, rájuk nem számítunk, 2 kapust és 3 játékos mindenféleképpen kell hozni, illetve hát a héten tárgyalnak a többiekkel, és én bízom, hogy mindenki maradni fog, és akkor tényleg csak 3 játékos kell hoznunk, illetve hát 2 kapust. Mint Mirgai László elmondta, tervei szerint június közepén kezdik el a felkészülést, reményei szerint már teljes játékos kerettel.